A videóhoz felhasznált kártyákat az ITC Shop biztosította. www.itcshop.hu, link a leírásban. Üdvözlök mindenkit, ez itt a Trading Cards Hun, és a mai videóban megnézzük ezt az ITC Shopnál kapható Fortnite Panini Series 1 Trading Cards multipakot, ami 5 csomagot, tehát 5 sima kék csomagot tartalmaz. Ez se tűnik túl rossznak, úgyhogy megnézzük, hogy mégis mit tud ez a kis multipak, mit sikerül belőle bontani. Ugye ilyen Magyarországon nem kapható, legalábbis egyenlőre én nem láttam. Ez az angol kiadás, mindesetre Magyarországon, ott a link a leírásban az ITC Shopnál beszerezhető. Szerintem ez már elég jól néz ki azért, ugye volt egy kis gond, hogy a albumot, ezt ugye amikor bemutattam egy korábbi videóba, akkor ugye nem volt starter pak még egyenlőre, meg semmi ilyesmi. Most viszont itt van ez a dizájnos kis multipak, úgyhogy nézzük is meg, hátulja semmi. Bontsuk ki. Egyszerűen nyitható végül is. És akkor lehúzzuk róla a fóliát, így még jobban néz ki. Csomagokat pedig leszedjük, valamilyen ragasztóval van. Szuper, tök könnyen lejönnek, ezzel sincsen gond. Oké, három, a negyedik, és akkor az ötödik, ez már nem is kell nekünk. Max, ha jön valami ultra brutál kártya, akkor azt ide rakjuk. Na, tehát itt az öt csomag, így néz ki ez a kis angol csomag. Nem hiszem, hogy túl sok különbség lenne, itt van mellettem a magyar. Hát tulajdonképpen semmi nincsen. Ugyanaz igazából, mert hogy nincsen a magyar csomagokon magyar leírás, úgyhogy lényegében nincs eltérés. Na, nézzük akkor, miket nyitunk. Van itt nekünk, azt mondja, első körben egy fegyver. Aj, de jó, hát ez meg eszköz, nagyon király. Itt a számozás a hátulján, és akkor a szokásos képek, sajtburesz, még egy játékokból, vagy a játékból kivágott jelenet, és egy Dynamo, akit már láttunk az előbb tulajdonképpen. Nyitjuk a következőt. Oké, van egy Masked Fury, de azt majd megnézzük, megint csak egy fegyó. Aztán ugye, checklist, de király. Egy Warrior, Whistle Warrior kártya. A checklist azért király, mert hogy ez alapján össze tudjuk majd rakni, hogy mi hiányzik, tudunk kikszelgetni, minden szépen rá van írva, közelről látszik. Úgyhogy ez kifejezetten király. Játékból kivágott kis képek, zsír, és akkor itt a Masked csávó. Még három csomag. Na, a Ghoul Trooper. Itt pedig van nekünk ugyanúgy a szokásos fegyver, illetve egy bullseye. Tök jó. Hát ez is bullseye tulajdonképpen, majdnem, ha be lenne célozva a figura. Royal Knight. És akkor van itt még egy karakter, akit már az elején láttunk. Következő csomag. Dark Boomer. De jó ez is. Jól néznek ki. Na, ilyet már nyitottunk múltkor. Ugye ez a rénszarvasos Chavez. Illetve a többi játékból kivett kép. Számozás. Red Nose Ranger. Oké, menjünk tovább. Jó kis skinek vannak benne amúgy. Meg vagyok vele elégedve, nem annyira rossz, bár azért valami kis több csillogós vagy ritkább lapot, limitedet berakhattak volna. Kettő darab eszközünk van, illetve megyünk tovább a játékból kiszedett képekkel. Hú, de király, ez tök jól néz ki. Méghozzá rare is, úgyhogy aztán tényleg elég jól össze van rakva, ez király. Úgyhogy ennyi lett volna, ezek jöttek ebből az öt csomagból. Hű, de különleges kártyát sajnos nem sikerült nyitni.
Viszont majd talán a következő videóban, hiszen még mindig megvannak a vastag csomagok bónuszkártyákkal, úgyhogy ezzel majd megyünk tovább, meg persze még bontogatunk mindenfélét. Köszönöm, hogy itt voltatok. Ha tetszett és szeretnétek még ilyet, iratkozzatok fel a Trading Cards Home-ra, és nézzetek rá a leírásba, ott van mindenféle link, ami a Fortnite-tel kapcsolatos. Sziasztok!